kialakult gyakorlat szerint a nyíklátvázi Szűz Mária Szeplőtelen Szíved római katolikus templom búcsú ünnepe. Búcsús kegyelmeket nyerünk, ha kérjük, ha akarjuk. Megnyílik az ég kegyelmi kincstára számunkra, csak rajtunk múlik, hogy mennyivel megyünk haza gazdagabban, mint ahogy ide érkeztünk. Ne halljunk éhen terített asztalnál, ne halljunk szomjan friss forrás mellett. Nyissuk ki a szívünket és lelkünket, mert mai vasárnapon búcsúi kegyelmeket nyerhetünk. Szeretettel köszöntöm a jubiláló atyákat, aranymisés, ezüstmisés, oltártestvéreket, főtisztendő Mándi Zoltán atyát, főtisztendő Huszár Attila Lőrinc ciszterci testvért, hogy eljöttek ma velünk együtt ünnepelni, és eljöttek, hogy hálát adjanak, hálát adjunk papi élet kegyelmeiért. Egy évszázad papi szolgálat, egyszer ötven és kétszer ötven. Hálát adunk papi élet kegyelmeiért, azért, amikor tudtunk együttműködni az Úr Jézussal, azért, hogy amikor nem működtünk együtt, tudtunk visszatalálni, és tudtunk megmaradni. Megragadott a gondolat, amit többször is idéztem azóta ilyen hálaadásokon, amit nagyon átérzünk, és szerintem talán még az aranymisés oltártestvér is egyetért, hogy tehetnénk-e sokkal jobban. Biztos, hogy igen, de Jézus talán nem is azt várja el, hanem azt, hogy vele legyünk. Amikor magamra nézek, világossá válik, hogy Jézus nem az alkalmasakat választja ki, hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá. Hogy ez megvalósulhasson, ezért ajánljuk fel újra és újra imáinkat. Amikor pedig meg tudott valósulni, azért adunk most hálát, és kérjük a hívők imáit is, hogy napról napra, szentmiséről szentmisére mi is alkalmasabbak tudjunk lenni. Ígérjük mi is az imádat az oltártól, és majd a szentmise befejező áldását a gazdagabb kegyelmekért, amelyekkel gyarapodhatunk e mai szentmisén. Így kezdjük el minden alkalmunkat a szentmisén. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztusban, kedves testvéreim, templomunk búcsúja a boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívére esik. Meghatottan léteket ebbe a templomba, hiszen gyerekkoromban végig itt minisztráltam, általános iskolát itt végeztem Nyíklátházán, azon kívül az új misém évében, 1974-ben is Karpalernő atya meghívására itt végeztem egy új misés áldást is adva a kedves híveknek, és aztán máskor is eljöttem Vébánia fölszentelésére, Szabó János atya temetésén én prédikáltam, egyszer a főpásztor még Birmán is ide küldött, amit szintén örömmel és szívesen vállaltam. Szeretettel köszöntöm jubiláns baptestvéreimet, jelenlévő baptestvéreket, kedves híveket is, talán a régi ismerősöket is, akikről nem sokat tudok felismerni arcról, de feltételezem, hogy engem se ismertek fel őszfejjel, szakállal, mert hát elmúlt az idő. Szentmiséket ajánljuk föl Nyíklátházáért, a hívekért,
azért, hogy mi mindnyájan Isten kegyelmében részesüljünk, és tudjuk majd követni a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának a szeplőtelen szívét. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónalom, amit te adott Istennek, és Istennek kegyességeit, hogy sokszor szívosnak tévesszem, gondolatban, szólóban, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Pedékesített, mint a bőlegény, aki koszorút visel, és mint a mennyasszony, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amit a föld megtermelőjeit és a kert feteményeket sarja, úgy sarjatja ki az Úristen az igazságot és a magasztalást minden nép színe előtt. Ez az Isten Isten. Az Úr legyen veletek!
szívből. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt annélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban vár, van már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősek között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bátorba kerestünk téged. Ő azt felelte: miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Ezek az evangélium igéi.
szentül őrizzétek az Úr Krisztust a szívetekben, Szent Pálapostól pedig a Kolosszéiak közép levelében azt írja, Krisztus bennetek van, és ez a ti megdicsülésnek reménye. A Jóisten megismerni, szeretni, szolgálni, odaadni, rábízni az életünket, nem csak megtiszteltetés számunkra, hanem végtelen örömök is jelent. Erről beszél Szűz Mária a Magnifikátban, amit papok, szerzetesek minden nap vele együtt imádkoznak, dicsőítvén a mindenható, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon az én üdvözítő Istenbe. Itt is konkrétan említést tesz a Szentírás Szűz Mária szeptőtelen szívéről. De a Szentírás erről más helyen is beszél. Egyrészt a mi Urunk Jézus Krisztus születésekor, a pásztorok látogatásakor olvassuk, hogy Szűz Mária pedig mindezeket a dolgokat szívébe vésze, és gyakran elgondolkodott rajta. És a mai evangélium is, mint egy gyermekség történetet lezárva, arról beszél, Szűz Mária szívébe vésze ezeket a dolgokat. Ami számunkra is egy meghívást jelent. Meghívást arra, hogy olvassuk a Szentírást, keressük benne azt, mit üzen nekünk ezáltal a mindenható Isten, mit kér, mit vár tőlünk, és hogyha megtesszük a legkisebbet is, amit megértettünk az írásból, akkor egészen biztos, hogy Máriát követve járunk a mi Úrunk Jézus Krisztus útján. Hiszen az Úr Jézus Krisztus konkrétan is mondja, amikor egy asszony felüljön dicsőítve a boldogságot szűzanyát, boldog a mély, amely hordozott téged, és az emlő, amelyet szoktál, Jézus hozzáteszi, hát még milyen boldogok azok, akik Isten igényét befogadják, és tettekre is vágyják. Mint egy rávilágítva arra, hogy mit lehet a mi vallásosságunknak, és Szűz Mária tiszteletének az igazi alapja. Krisztusban, kedves testvéreim, amikor a más, akkor is szó esik a boldogságos Szűz Mária szívéről, amikor ő bemutatja a gyermekét az akkori törvény előírása szerint a Jeruzsálem templomban. Az a Simeon, mint egy ölébe veszi a gyermeket, és jövendől. Hogy ez a gyermek fény és világosság lesz az egész világ számára, majd Szűz Máriához fordulva hozzáteszi, a te szívedet is őr járja át, hogy így napvilágra kerüljön sok szívnek az értelme. Sok szívnek az érzelme. És Krisztusban, kedves testvéreim, azt tudjuk azt, hogy Szűz anya a fájdalmas anya. Aki ennek a jövendőlésnek megfelelően nem egy napfényes, virágos életutat jár be, hanem a szenvedések útján. Hiszen ő mindig ott volt Jézus mellett, amikor az Úrnak szüksége lehetett rá. Amikor az írás arról beszél, hogy Szűz Mária és sokonok felkerekedtek Názáretből, hogy elmenjenek Jézushoz, mert az a hír járta, hogy elment az esze, akkor a Szűz anya ott volt, hogy segítségére legyen fiának, hogy szeretetével mellett álljon. A Szentírás elbeszéléséből tudjuk azt is, hogy Szűz Mária végig kísérte a mi Úr Jézus Krisztus a kereszt útján, és aztán úrákon áll, ott állt a kereszt tövében, nézze ki a szenvedését, nézze ki a haldoklását, és nyilvánvaló egy édesanyának ennél nagyobb szenvedés nem lehet. Mégis az egyház kérdezi azt, hogy Szűz Máriának a Jézussal való együtt szenvedése érdemszerző volt, nem csak maga, hanem az egész világ számára is. Hiszen ha mindenható Isten
mindnyájunkat meghívelve. Szent Pál apostolnál, szintén a Kolosszéiekhez és levélben olvassuk, örömmel szenvedek értetek, hogy testemen kiegészítsem azt, ami még hiányzik Jézus Krisztus kényszenvedéséből, az ő testének, az egyházunk javára. Hogy az üdvösség mennyében Szűz Máriának a példája tanít meg bennünket arra, mit kezdünk a szenvedéssel, mit kezdünk a keresztényünkkel. Ismerjük fel bennünk az eszközt, a lehetőséget, amelyen mi, ami úrunk Jézus Krisztushoz társulhatunk, vele folytatjuk a keresztünket, vele ajánlhatunk föl szenvedéseinket. Éppen Szent Pál apostol szavai szerint önmagunkért, engesztelésre bűneinket, és talán az egész világért is. Krisztusban, kedves testvéreim, a boldogságot Szűz Mária az ő szeptőtelen színének tiszteletéhez különféle ígéreteket mutat. Ezek körül talán, és éppen a szocialisztus éveiből erről nagyon-nagyon elfelejtkeztünk, azt is megígérte, hogyha felajánlják a világot az ő szeptőtelen színének, akkor Oroszország is meg fog térni. 2016-ban a jelenések idején még erről a dologról nem nagyon tudhatunk semmit. S az eljövendő kommunizmusról, se annak az ateizmusáról. És sajnálatos módon 12. Pius pápa, de először Szent II. János Pál pápa is, amikor felajánlotta a világot a boldogságot Szűz Mariának, valahogy kihagyta belőle az Oroszországnak a megemlítését. Nyilván ennek politikai oka volt, mondhatnánk így, nem akarta az oroszlán hajszát rángatni, nem akart, hogy a baloldal, a liberalizmus megint egy botrányt kavarja meg ő, de aztán Lucia nővér, aki kezd akkor a fatimai látnokok között egyedül, ő figyelmeztette a Szentatyát, hogy nem volt jó a felajánlás, mert kimaradt belőle Oroszország. És akkor a Szent Pápa megtette ezt a felajánlást, korábban meg akarta tenni, de akkor történt az a gyilkos merénylet, amiről a fatimai iratokban szintén szó van, a pápát, ahol a pápát lehet látni, véres seppel földre zuhanni, amit aztán Szent II. János Pál pápa magára vonatkoztatott, igen, ez így beteljesedte, és aztán később, mivel egészségi állapota nem engedte, Rómában a hangfelvételről a Mária Nagykőre bazilikában mondta ezt a felajánlást, amit aztán Fatimában megismételt, és a sebéből kivett golyó elhelyezte a fatimai szűzanya koronájában azzal a meggyőződéssel, hogy ezt a lövedéket az ő anyai keze érítette el, hogy ne halljon meg tőle. Krisztusban, kedves testvéreim, és tudjuk azt, hogy a kommunizmus, mint rendszer összeomlott, Oroszország megtért, nem olyan sokkal később fényes módon ünnepelték a orosz kereszténységnek ezer éves évfordulóját. Lehet számítani Szűz Anya ígéreteinek a beteljesülésére. És ebben az ígéretekben sajátos módon szerepel az első szombati Jónás is áldozás. Lucia nővér közvetítésével mondta a Szűz Anya, hogy aki ő
késő éjszak este 9-kor jöttek, hogy jaj, atya, ne maradjon, ilyen későn szabadunk be, a kislányunk elkezdte, és hát nem akarnánk, hogy megszakadjon. Természetesen én is örömmel szívesen álltam a rendelkezésükre, törjük egy kis borsot a gonoszféle korra alá, nem tudja létezni azt, amit akar megakadályozni ezt a dolgot. De talán itt Nyékvárházán érdekesebb. Egy olyan történet, amit családi hagyományként tudnék elmondani. Nekem, talán az idősnek még be tudnak azonosítani, Egy Zoltán a nagybátyámból. Aki huszár ezredes volt, egy kicsit a huszár tisztetnek könnyelmű életét élte, hittel, vallással nem nagyon törődött. Édesanyám mondta, hogy őt még kifejezetten bántotta is, hogy sokszor ilyen rossz indulaton prédikálódik a hit és a vallások között. Aztán aránylag fiatalon időgyulladást kapott, de még előtte talán hozzá tartozik, hogy édesanyám, amikor látta ezt, mivel szerette az amúgy kedves nagybácsit, akiknél minden nyáron nyaralhatta, elhatározta, hogy elnézik érte az első szombati állapotosságot. Mert megint Szűzmanyának külön kedvezménye, hogy ezt az első szombati állapotosságot, ha elnézi az ember, mások üdvösségéért is föl lehet ajánlani. Elvégezte ezt az állapotosságot, aztán hosszú időn keresztül nem történt semmi. Végül aztán Zoltán bácsi, aránylag fiatalon 50 éves korában tüdőgyulladást kapott, ami abban az időben, mivel nem volt tenisztény, halálos betegségnek számított. Ott feküdt a kastélyban, mint egy alkolva, és akkor felesége Aranka néni kitekint az ablakon, és látja, hogy éppen akkor megy el a házuk előtt a Nálni Félánc. Szentnyékvártásán akkor még nem volt, Nyékvártásán nem volt saját apja, így májúból jártak át, tehetésre vagy másokból ide Nyékvártására. Akkor rögtön kiszaladt, és hívta a Félános urat az ő Zoltánjához, hogy mindjárt megkaphat, segítsen rajta, és akkor bement a Félános úr, látta a beteget, ő is észrevette a papot, így aztán, ahogy keresztény emberre hívik, összetéve a kezét beszélni már nem tudok, de figyelemmel tekintett rá, amíg a pap feloldozta őt a bűnei alól, és a pap még el sem hagyta a házat, Zoltán bácsinak a pap. Mert valaki elvégezte érte ezt az első szombati állapotosságot, amivel kapcsolatban komoly ígéretet tett az üzenye, és ezt az ígéretét a boldogságot Szűz Mária meg is hallotta. Zoltán bácsi talán Szilárd életének ellenére is megkapta azt a kegyelmet, ami az üdvösségéhez szükséges volt. Krisztusban, kedves testvéreim, tiszteljük tehát boldogságot Szűz Máriának, akit a kereszten függő Jézus Krisztus rendel mennyei édesanyának a szeplőtelen szívét, aki szeplőtelen tisztasága által tett méltó arra, hogy az Isten, a megváltó Jézus Krisztus mélyébe fogadja, és akinek emberi testét az ő testéből alakította aztán természetrendje szerint az Isten. Tiszteljük a boldogságot Szűz Máriát, aki az evangélium szavait a szívére vésze, és gyakran elgondolkodott rajtuk, és tiszteljük a boldogságot Szűz Anyát, aki együtt tudott szenvedni a mi Urunk Jézus Krisztussal. És hogyha ezt megtesszük, konkrét tettekkel, megőrizve, megmúlva, megújítva a Szent Jónásban szívünknek a tisztaságát, ha a Szentírást olvassuk, és az igéjét életünkben próbáljuk megvalósítani, és hogyha a szenvedéseinket Szűz Máriával együtt tudjuk felajánlani,
szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közbenjárását tartsd meg a Szent Hitben Ferenc pápákat, Csaba főpásztorokat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg! Kérünk, Urunk, szűzanyád, a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg! Kérünk, Urunk, szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és pátrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg! Kérünk, Urunk, szűzanyád, a mi édes reménység. Az ő közbenjárására nyerje a védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő és térjen hozzá a bűnös. Hallgass meg! Kérünk, a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el elmond testvéreink hátralévő büntetését, és vezess be őket az örök életre. Hallgass meg! Kérünk, boldogságos Szűz Mária, közbenjárására áld meg, Urunk, egyház községünk, településünk, minden családját, adj kegyelmet, búcsúkat e mai szentmiséhez kapcsolódóan minden jelenlévőnek, vendégeinknek, zarándokoknak, és a boldogságos Szűzanya, papok édesanyja közben járására fogadd el hálaadásunkat is, hallgass meg! Boldogságos Szűzanya közben járására áld meg, Urunk, mindazokat, akik áldozatot hoznak templomunkért, templomainkért, hallgass meg, Urunk! Boldogságos Szűz Mária béke királynője, az ő közben járására adj békét a világnak, védj meg minket a háború veszedelmétől, a háborútól sújtottakra tekints gondviselő jóságoddal, az elesetteket pedig vezess be a te örök béke országába, hallgass meg, Urunk! Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozunk. Szűz anyának, mennyei édesanyának közben járására, hallgass meg kéréseinket, a kérsz és uralkodó, mindörökkön örökké. Amen.
Máriára, Isten anyjának emlékezve, bemutatunk előtte, hogy neked kedves legyen, nekünk pedig megadja a kegyelmet, segítségét, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Yeah.
hogy elnyerhessük az örökséget választott helyünkkel, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaikkal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szentel. Az őközbenjárásunkban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegíthetsz minket. Kérünk Istenünk, hogy egyszerű áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget, erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházat, szolgálatát, Ferenc pápánkat és csak a püspököket, a püspökök testvérét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kedvesen hálózatunk a kérdéseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyán, von magad irgalmasan a világon színszórózott valamennyi gyermeket. Elhúgy testvéreiket és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságos országunkba, ahol reményünk szerint dicsőségedben belekedjünk mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világunkat. Ő általa, ő vele, benne, a én mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és Isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Thank you.
és elmondottodott rajta szívében. Könyörgünk! Örök megváltásokban részesülve kérünk Istenünk, hogy akik fiat édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, bőséges kegyelmet elnyerjük, és üdvözítő erőt folytonos gyarapodását érezzük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Töltsön el titeket a reménység Istenet, a hit teljes örömével és békével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből bőven legyetek. Amen. Isten, ami Atyán gyarapítson és gazdagítson szeretetben egymás és mindenki iránt, tegye állhatatossá szíveteket, hogy fethetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk felé, amikor Urunk Jézus Krisztus eljön összes szentjeivel. Amen. Urunk Jézus Krisztus és Isten, ami Atyánk, aki szeretett minket és kegyelmével örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, erősítsen meg szóval és tettben minden jóra. Ezüstmise és papi kegyszerkénytelen által, minden ég és földi áldással áldjon meg titeket, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Arany és papi kegyszerkénytelen által, minden ég és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Ezüstmise és papi kegyszerkénytelen által, minden ég és földi áldással áldjon meg titeket, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Thank you.